másik egy nyitott vasítóképnél használható, hát szintén csak be kell dugni, és az eszköz, a maga a készülék automatikusan kalibrálja magát, és az szövet vagy az ér vastagsághoz automatikusan hozzáállítja. Dr. Budai László sebész főorvos éppen azt az egyszer használatos, mind a nyitott, mind a laparoszkópos hasi műtéteknél alkalmazható eszközt mutatja, amivel hiánypótló műtéteket lehet végezni ezen túl a Gyöngyösi Kórházban. Ez az eszköz pedig már a pajzsmirigy műtéteknél használható. 30%-kal csökkenti a műtéti időt, és kevesebb a vérveszteség, valamint gyorsabb a gyógyulási idő. A műszert már nagyon várta a kórház, hasonló eszköz csak a Szegedi Kórházban van. Megkaptuk azt a készüléket, amire már nagyon régen vágytunk. Ez egy koaguláló vágó készülék, egy likasor eszköz, amelyre eddig a kórház nem rendelkezett. Ez az eszköz nagyon fontos, mind a nyitott, mind a laparoszkópos műtéteknél igen jól használható, sőt mondhatom azt, hogy vannak olyan műtéti típusok, amik enélkül el sem végezhetők. Így az előbb említetteken túl az nagyon jól használható az endoluminális műtéteknél. Ez azt jelenti, hogy a vélen belül távolítunk el laparoszkópos eszközökkel valamilyen elváltozás, jóindulatú vagy esetlegesen rosszindulatú elváltozást. A műszert a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rendkórházas Lovagok Alapítványa a Bugát Pál Kórház műszerparkjának fejlesztésére rendezett jótékonysági est bevételéből vásárolta meg, aminek a szervezésében többen is segít. És nem csak pénzadományokkal. Sok olyan támogatás is megjelent végül is, ami nem effektív pénzben, ma rendezvény lebonyolításában. Többen ajánlottak fel készpénzt is, illetőleg átutaltak, de hát ugye tombola tárgyat is valóban, illetőleg részben lovaktársaink, részben vezető borászok is ajánlottak fel, akiket meg szoktunk keresni, felkérni az ilyen jótékonyságra egyébként, olyan borokat, amik a borárverésre kerültek, ami tulajdonképpen kérdezik, hogy miért is jó, azért, mert így izgalmasabb egy kicsit. A férfiakat is be tudjuk kapcsolni, mert azért egy ilyen borárverésnek van egy jó hangulata is, mindamellett, hogy egy jótékonysági cél is. Weiss Péter megköszönte az adományt, ami a berendezés 70%-át fedezte, majd elmondta, a kórház közössége is összefogott, sőt a város és a vállalkozók összefogása is példaértékű volt. Az elmúlt években a térség egyik büszkeségévé vált a Gyöngyösi Kórház, mondta Weiss Péter, aki azt is hozzátette, bár vidéken található, de színvonalában nem vidéki.